Egy olyan sportban, ahol nagyon összetett a stratégia, Jordy Nelson elkapó játékos rendkívüli nyugalommal győzi le a nehézségeket. Régóta játszom ahhoz, hogy tudjam, nem lehet ezt könnyedén venni. Mindig az a célom, hogy a képességeim legjobbát adjam. Jordy egyszerűsége mélyen gyökerezik, ami igencsak túlmutat a mezén. A Green Bay Packers Pro Bowl elkapója lett a következetesség mintaképe. Azt szeretném, hogy a cselekedeteim azt tükrözzék, hogy én az az ember vagyok, akinek mondom magam. Nincs két oldala a történetnek. Minden nap ugyanaz az ember vagyok. Jordy egyenes hozzáállása vidéki neveltetéséből származik. Egy kansasi farmon nőtt fel. A mostani személyiséged mennyire tükrözi azt, amikor vidéken éltél? Az első, amit megtanultam, az a fegyelem volt. Egy farmon nőttem fel, ahol számítottunk egymásra, hogy mindenki megteszi a maga részét. Nagyon értékes gépeket kellett vezetnünk, és állatokkal is dolgoztunk. Pontosan kellett dolgoznunk, mert ebből éltünk meg. A kemény munka is nagyon fontos volt. A farmerkodáskor mindig a kemény munka jön fel elsőnek, mint jellemző. Családként is mindig tudtunk támaszkodni egymásra, és ez nagyszerű volt. Sok csapattársad számára azonban nincs család a háttérben, akik támogatnák őket. Igen, néhány éve a húgom és a szüleim rendeztek nekem egy szülinapi partit, ahova egy elkapótársamat is elhívtam. A kertben játszottunk egy meccset, és mindenki részt vett benne, a szüleim, még a nagyszüleim. Az ő családjában sem történt, mert nem jön, és amikor történeteket jobban tudja értékelni azt, amilyen van. Elkapóként új kihívások várták. A középiskolában irányító volt, a Kansasi Egyetemen pedig a védelemben kapott helyet. Ezután ismét pozíciót váltott, és elkapó lett. Ekkor vetettek rá szemet az NFL megfigyelői, és végül ennek köszönhetően került Green Bay-be, ahol nem csak a hideget kellett bírnia, hanem a két kezére és a szívére is szüksége volt. Nagyon sokat kellett futnom. Próbáltam a lehető leggyorsabb lenni minden helyzetben. Nagyszerű csapattársaim és edzőim voltak, akiktől rengeteget tanultam. Nagyon jó helyzetben voltam. Csak annyi volt a feladatom, hogy figyeljek, tanuljak és várjak a lehetőségre. Az álmod vált valóra a Green Bay-jel? Igen, a draft előtt úgy voltam, hogy nem igazán érdekelt, hogy hova kerülök, de miután a Green Bay kiválasztott, és ahogy a karrierem alakult, a feleségemmel együtt úgy látjuk, hogy a lehető legjobb dolog történt velünk. Igazi kiváltság, hogy részese lehetek ennek a közösségnek. Valószínűleg az egész karrieremet a Green Bay-ben fogom tölteni, mindig is valami hasonlóról álmodtam. A Lambo Leap, te megcsinálhatod, mi nem? Mitől olyan különleges ez? Akkor csinálom ezt, amikor pontot szerzünk a hazai pályán. Nekifutok, majd felugrok a szurkolókhoz. Egyfajta tradíció lett ez. Nem sok embernek adatik meg a lehetőség, hogy a szurkolókkal együtt ünnepeljen. Néha kicsit túlpörögnek a rajongók, de én nagyon élvezem. 7 éves karrierje során 53 touchdown-t szerzett. Számára azonban nem csak a pontszerzés a fontos. Minden lehetőséget ugyanazzal a lelkesedéssel ragad meg, mint a karrierje elején. Amikor ide kerültem, az volt a célom, hogy olyat tegyek, amivel hatással tudok lenni a többiekre. Hiszek Istenben és a képességeiben, és hogy céllal helyezett ide. Nagyszerű edzőim voltak, a családom és a barátaim is hozzájárultak a karrieremhez. Ennek szintén ahhoz van köze, hogy egy kisvárosban nőttem fel. Nagyon sok ember volt a közelemben, akik segítettek, hogy eljussak oda, ahol most vagyok. Jordy az első Packers játékos, aki egy szezonon belül átlépte az 1500 elkapott yardot. Szinte a védjegyévé vált, hogy a legkritikusabb pillanatokban is magabiztosan kapja el a labdát. A hírnevéhez emellett nagy lelkűsége és alázatossága is hozzájárult. A csapat 2011-es Super Bowl győzelme pedig megerősítette a hitét. Emlékeztettem magam, hogy miért vagyok ott és miben hiszek. Sokan úgy gondolják, hogy ha megnyerik a Super Bowl-t, örökre megváltozik az életük, pedig nem. Ha ott van az ember életében a biztos alap, Jézus Krisztus, akkor az élet többről szól, mint a futball. Az a célunk és az a feladatom is, hogy megnyerjük a Super Bowl-t.
De ha csak ez az életünk egyetlen célja, akkor a végén nagyon csalódottak leszünk. Jordy Nelson a farmon szerzett élettapasztalatának köszönhetően a futballpályán is sikeres lett. Nagy lelkűen vett, és ennek megfelelően bőségesen aradt. Mi az, amit leginkább csodálsz Isten mindent átformáló erejében? Fantasztikus tudni, hogy nem számít, mit tettünk. Őre mindig számíthatunk. Ezt nem lehet kiérdemelni. Az életben pedig semmi nem így megy, ezért is nehéz ezt megérteni. Nem számít, mit értünk el, ezt nem lehet megvenni. Egyszerűen csak el kell fogadnunk a kegyelmét.